és majd mondani szokta a szakzsargon playoff üzemmódra kapcsolva játssza a mérkőzéseket. Orbán! Orbán lövő helyzet! Orbán! Pedig milyen szépen csinálta, de nincsen játék megszakítás. Mihalik András. Egy indítás a másik oldalra, és egy újabb szóló, meg lesz a vezetés, ez most már gól, és vezet a Debrecen. Bucskin a gólszerző. Gyergyói helyzet előzte meg a szituációt, nagyon jól olvasták a játékot ott az indításnál. Bucskin pedig a befejezésért volt felelős. Megint jó a védekezés. Bodó tartja benn. Vince Péter. Tovább tudja tenni, középen jön Bodó, gól! Bodó Krisztofer! Ez is teljesen tudatosnak tűnt. Nem sokáig vezetett a Debrecen. Ára, de ne vállalja, Gönciről kipattam, ott van! Orbán pedig nem tudja bepiszkálni. De a Gyergyónál marad a korong. Hára nem megint, hatalmas nyomás, éleszögből a lövés! Mekkora gól! Bodó! Ha egyszer elsül az az ütő, akkor első másodszor is 2-1-re vezet a Gyergyó. Császár. Zipre gól! Ott van a harmadik. Kettő góllal vezet most már a Gyergyó. Van egy sapka a jégen. Nem véletlenül. Az első 2 percből 1 perc maradt. Árenen. Gól! 4-1. Vince vágja be. És ismét kezd formába lendülni Vince Péter, aminek valószínűleg nagyon örülnek a hazai szurkolók. Nagyon szépen csinálták ezt is a császárék. Bodó. Be a kapu elé. Gól! 5-1. Vince Péter másodszor. Hát ha egy bolt beindul, akkor ez Vince Péterre is igaz. Teljesen fej-fej mellett haladt a két csapat. Mekkora gól! Erről beszélek. 5-2. Picit elhalkítja a közönséget Novotny. Régen kapott lövést Rasmus Rinne. Novotny pedig most meglepi a finn kapust. Novotny gólja azért megtette a hatását rendesen. Újabb lövés! Uhuj! Nagyon elsül az ütő! Dalhuisen! Hát gondolt egyet is! Ugyanúgy, mint Novotny elvállalta messziről. Hát a gyergyói helyzet kihasználás erősségét mutatja ez. Egy kevesebb kapura lövésből is kiváló harmadot produkált Szilasi Zoltán csapata.